Ez az Értágító, valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Április 30-áig lehet leadni a jelentkezési munkákat arra a projektre, amiről fogunk most beszélni az elkövetkezendő néhány percben. Ez az Értágító legfrissebb része, ennél a mikrofonnál Lenkár Péter, és természetesen itt van Kis Lóránt kollégám is. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ugye a Public Critic projektről kérdezzük Balázs Zoltánt, a PKI Művészeti Tanszékének a vezetőjét, illetve Kolcsár Zsoltot, aki előadó a grafika szakon. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit! Nem tudom pontosan, hogy melyikötök fejéből pattant ki ez az egész projekt, de erről meséltek nekem egy kicsit, hogy honnan jött ez az ötlet, illetve mi az egész projektnek a koncepciója és lényeg. Jó, hát ez a projekt, ez a Covid kellős közepén született meg, akkor kerültem fel innen Nagyváradra, és Zolival egy kávé mellett ötleteltünk, beszélgettünk, hogy hát valamit kellene szervezni ezekben a nagyon válságos időkben, mert hogy nagyon ingerszegény volt az az időszak, nem voltak kiállítások, nem voltak események, mindenki ült otthon, és a saját kis burkában úgy el volt önmagával, és csak a számítógép volt az egyetlen kapcsolat, úgymond a külvilággal. És szerettünk volna valamit változtatni, valamit tervezni, hogy az embereket mozdítsuk ki, vagy valahogy kommunikáljunk velük. Ugye akkor az oktatás is teljesen online történt. És az eredeti ötletünk az volt, hogy szervezzünk egy tervezőgrafikai biennálét, mert hogy az itt Erdélyben még nincsen. Viszont ezt néhány óra beszélgetés után arra jutottunk, hogy hát ez nem fog működni, mert hogy ez kell egy galéria, kell egy kiállítótér, és az emberek meg nem tudnak elmenni galériákba, mert nincsenek nyitva, ezért ez egy zsákutcának bizonyult. És akkor gondolkodtunk alternatívákon, milyen más megoldást lehetne, hogy akkor ne galériába, hanem vigyük ki a munkákat valahova, és akkor bárki a köztereken mondjuk megnézi. És akkor innen jött az az ötlet, hogy hát vannak buszmegállók, vannak villamosmegállók, vannak billboardok, citylightok, és akkor mondjuk ezeket ki lehetne használni művészeti célra, nem pedig csak ez a klasszikus túlcsépelt reklám funkciót alkalmazni, vagy ezt követni. És akkor kitaláltunk egy témát, egy aktuális témát, ez a digitális smog volt, ami épp akkor nagyon aktuálisnak tűnt mindenkinek, és még úgy gondoljuk, hogy mai napig aktuális ez a téma. És így született meg a Public Critic, ugye a neve is azt sugallja, hogy ez a tömegről szól a tömegben, és egyfajta kritikai hangvételt próbáltunk ezzel megcélozni, hiszen a kritika az egy építő jellegű folyamat, a valóságról szól, és hogyha nincs kritika, akkor gyakorlatilag fejlődésre nagyon lehet, mert ugye a kritika az, ami mindig megcáfol valamit, és megpróbál tovább lendíteni egy következő fázisra. Úgyhogy ez volt így a nagyon röviden a Public Criticnek a születése, esetleg Zoli, hogyha még hozzáfűzöl valamit. Hát nagyon szépen felvázoltad. Sokat ez így a kezdethez hozzáfűzni nehéz. Tehát annyival egészíteném még ki, hogy ugye már első ízben is szerettük volna, hogyha nem csak poszter, hanem GIF is lett volna, de hát ez igazából első körben ez túl nagy falatnak bizonyult, és akkor ez csak a második kiadásra sikerült megszervezni. Úgyhogy ez ami még így, mert a GIF is egy nagyon tömör és rövid üzenési forma. Kicsit talán ma már népszerűbb, úgy gondolom, mint a plakát. Tehát a plakátnak már egy kicsit úgy... Helyhez kötöttebb. Helyhez kötött, és úgy keresi önmagát, vagy kicsit így hogy a művészeti irányba próbálja megtalálni helyét, holott ez egy alkalmazott történet. És... Igen, szerettük volna, hogyha a Nagyváradon, a köztereken olyan gondolatok kerülnek ki, amik elgondolkodhatják az arról járókat, és egy picit ezt a közélet, köztér helyzetet próbáltuk élesíteni. Általában ez ugye a senki szigete. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy hát ez nem az én dolgom, az nem az enyém, elég ott a házon belül, ami van,
és a közzel, a közügyekkel, ami igazából mindannyiunkat érint, az, hogy hogyan néznek ki a köztereink, vagy az utcáink, az épületeink, ez így kevésbé fontos, és ezt szerettük volna ezzel a pályázattal felerősíteni, vagy ráterelni a figyelmet, hogy egyrészt, ahogy Zsolt mondta, tehát, hogy a kritikai szemléletmódot is erősíteni, mert ugye azt látjuk, hogy ezek az álláspontok, ezek inkább megszűnőben vannak, tehát, hogy igazából kevésbé kritikai álláspontok vannak, inkább ideológiai álláspontok vannak, ami szerintem nem túl egészséges. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy jó alapállás az, hogyha az ember nem ideológia alapon ítél meg dolgokat, hanem a saját szemével, a saját szűrőjén átszűri, és megpróbál értelmezni, és akár egy közösségi formába ezt átbeszélni. Tehát ez is egy nagyon fontos része, hogy közkincsé tenni valamit, és akkor ott közösen a művészekkel, vagy aztán ugye ez beszélgetések kapcsán ezek a témák legyenek kibeszélve, átbeszélve, átgondolva. Mindig valami érzékeny témát próbálunk érinteni, ugye akkor ez a digitális maga, Zsolt is mondta, aztán a perifériák, hogy akkor miért sodródunk periféria, vagy mi is a periféria. A periféria gondolata akkor kezdett igazán foglalkoztatni, amikor a posztikumban Karácsony Gábor festő, műfordító és író, és zöld aktivista azt mondta, hogy tehát volt egy előadása, és voltak vagy öten. És akkor Rencsik Imre, a posztikum vezetője nagyon kicsit zavarba volt, hogy ilyen kevesen vagyunk, ilyen fontos történet, és akkor itt beszélünk fontos dolgokról, és akkor azt mondta erre Karácsony Gábor, hogy ne aggódj Imre, a normalitás mindig a perifériára sodródik, és Jézus tanítványa is kevesen voltak, és nézd meg, mi lett belőle. Tehát, hogy, és akkor így ez egy gondolkodott, hogy ugye a számok bűveletében élünk, hogy igazából mi, ami igazából tényező, tehát lehet, ami perifériában sokszor az lesz majd az, ami meghatározó, amit ma még nem érzékelünk, és na hát ilyen gondolatokat próbálunk pályázatok kapcsán felszíne hozni. Itt elhangzott egy-két kulcs kifejezés vagy fogalom, ugye akár a tematikája az első pályázati kiírásnak, ugye a smog, illetve akkor a digitális smog kategória, illetve az a szükség hozta formabontás, akkor ilyen értelemben, hogy ugye hát nem volt lehetőség belső térben kiállítást szervezni, hát nyilván tudjuk, hogy miért meg elmondtátok. Ez a fajta nyitás és ez a fajta formabontás, ez egyfajta ilyen kreatív detoxikáció is egyben? Tehát amit mondasz például mondjuk, hogy a perifériát igazából központba helyezni azáltal, hogy kikerülnek a különféle alkotások, pályázati munkák, ugye a köztérbe konkrétan szó szerint is akár. Tehát, hogy találkozhatunk egy ilyen kreatív formabontással is ilyen értelemben. Tehát az, hogy a periféria, mondjuk, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy öten gyűlnek össze egy eladásra, vagy elmennek öten egy kiállításra, egy zárt térbe, ezáltal igazából eléjük teszed azt a mondjuk úgy kritikára alkalmas munkát, vagy pályázati tényezőt, amiről szó van. Tehát, hogy az embernek a perifériából a központba helyezed a képet, ugye. Nevezhetjük akkor ezt tényleg egyfajta ilyen, hát nevezzük kritikai, és akkor mondjuk, hát legyen akkor formabontás, detoxikáció, nem tudom. Jó, ez a megfogalmazás szerintetek ilyen szempontból? Ha már smog volt, akkor legyen egy detoxikáció, vagy tehát valahogy ezt oldjuk fel, ezt a szennyezést, akkor hogy fogalmazzak így? Hát igen, mondhatjuk így is, vagy nevezhetjük terápiának is. Terápiának is, jó. Különböző szinonimákat aggathatunk erre a projektre. Igen, tehát hogy ennek egy gyógyító, ilyen értem, gyógyító szándéka van, tehát normalizáló szándéka van. Lehet, hogy meghökkentő, lehet, hogy megrázó adott esetben egy-egy kritika, de pont ez a lényeg, hogy ráébredjen tehát, hogy látjuk a sok komerciális plakátot, és aztán megjelenik egy hirtelen egy ilyen, és akkor ugye úgy kizökken a néző a rutinból, és akkor ezáltal sikerül, hát ugye
az egy nagy probléma, hogy a kultúrás rendezvényekre nem nagyon járnak. Hát így erre próbáltam utalni akár, igen. Így van, így minden kultúra szervező, jó magam is, tehát ezzel a problémával küzdik, akkor hogyan tudjuk megszólítani a közönséget, és akkor ez is volt az egyik alapállásunk, hogy akkor menjünk mi ki az utcára, hogy vigyük ki ezeket a gondolatokat, ott amúgy mindenki jár, és akkor ott meg fogják látni, és el tudnak időzni. Egyébként ez ott voltak a villamos megállókban is, ahol az emberek elég sok időt eltöltenek, vagy az autóból is szemlélhették a nagy óriás plakátokon, úgyhogy tehát elég, úgy gondolom, hogy ekkora nézettséget nehéz másképp generálni, meg a másik felület az az online felület, amiről talán Zsolt tud többet mesélni, de az is egy ilyen népszerű dolog. Igen, tehát a városi kiállítás mellett mindig a beválogatott munkák azok megjelennek a Public Critic-nek a weboldalán, illetve ezeket posztoljuk Instagramon, meg a különböző közösségi felületeinken. Illetve most, hogy már megnyírtak a galériák, egyre nagyobb az igény arra, hogy a galériákban is ezek a tárlatok vagy gyűjtemények, ha lehet így nevezni, megjelenjenek. Például most volt az első Transylvanian Design Week-en egy Public Critic kiállítás, illetve hamarosan lesz Sepsiszentgyörgyön is, ugyancsak a Design Week-en egy Public Critic kiállítás. Lesz Parajdon a Lepkeház a jóvoltából is valószínű egy Public Critic kiállítás, illetve nem titkolt célunk most már, sőt az idei pályázat már a tavalyi is, de az idei az most már kimondottan nemzetközi szintre próbálja ezt az egész történetet felvinni, mert hogy ez egy nemzetközi téma, tehát ezek a kritikai problémák, ezek a társadalmi problémák, amikre megpróbáljuk az alkotókat ösztönözni, hogy ezeket fogalmazzák, meg ők hogy gondolják ezeket, mi a véleményük ezekről a problémákról. Ezt kár lenne csak itt lokálisan megtartani, hiszen ugyanúgy, ahogy egy erdélyi fiatalnak van véleménye mondjuk a perifériákról, ugyanúgy mondjuk egy kínainak vagy egy amerikai embernek is lehet véleménye, és pont ez az, ami kulturálisan talán összekötheti ezt az egészet. Amit talán nem hangzott el az elején, ugye a Párciumi Keresztény Egyetem művészeti tanszékén kívül a Szent László Napok Kulturális Fesztivál, illetve a Non-Common Design Stúdió is részt vesz ebben a projektben. Hogy találtátok meg így egymást, vagy mit kell a másik két rendezőről vagy entitásról tudni? A Szent Lászlósok, ők már kezdettől partnereink voltak, az elsőt is közösen szerveztük meg. Ez azért is jó, mert ugye a kiállítás megnyitója az mindig a Szent László napok keretében történik, és ez is egyfajta tömeggeneráló, sok embert összegyűjtő esemény. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez mind a kettőnknek érdeke, hogy ezek a munkák nagyon sok számban láthatóvá váljanak, ugyanakkor ez egy vonzó esemény is lehet Nagyváradra. A Non-Common Studio az igazából a tervezéssel foglalkozik, és mi bevállaltuk azt, hogy akkor ennek az eseménynek a lebonyolítását, a vizuális arculatát, a kommunikációját végigvisszük minden évben. Ugye az első év volt tematikában, tehát a digitális smog kérdése, és ugye most már a harmadik kiírás történt meg a Public Critic, mondjuk úgy, hogy történetében vagy életében. A másodikra picit térjünk még vissza, ugye a második kiírásra, hogy ott mik voltak, mi volt a téma, és hogy mik voltak a visszhangok akár az első és a második után is. Vagy hogyan lehet ilyenkor mérni dolgokat, mert ugye azt is, hogy mondta Zoli, például számokban gondolkodnak az emberek. Ti ezeket hogyan mértétek, vagy tudtátok egyáltalán mérni azt, hogy milyen sikereket értek el ezek, akár az első, akár a második kiírás? Igen, az első kiírás, a Digital Smog, az nem volt még nemzetközi, az csak Romániában és Magyarországon lett meghirdetve. Már itt meglepődtünk a beérkezett munkamennyiségen, és akkor ez motivált minket arra, hogy akkor következő évben legyen ez egy nemzetközi történet, és a perifériánál is megugrottak a számok, tehát sokkal többen jelentkeztek, több munka érkezett be, és idén is arra számítunk, hogy akkor ez most már még tovább növekedik. Mondd a számokat, hogy akkor, hogy így tudjuk mi is elképzelni meg a hallgatók, hogy ez mit jelent ez a... Igen, az első, a legelső kiadásnál, hogyha jól emlékszem, akkor 400-450 munka érkezett be, a tavainál pedig
650 körül. Tehát volt növekedés, viszont idén szerintem, vagy bízunk benne, hogy sokkal nagyobb lesz ez a növekedés, hiszen partnerséget kötöttünk a SIDA-val. Ez egy nemzetközi egyesület, aki a kínai dizájnereket és az európai dizájnereket próbálja összekötni. Egyfajta ilyen eszmecsere, közös programok, közös kiállítások, közös pályázatok, és nekik már a tavaly nagyon megtetszett ez a public critique, és akkor felajánlották, hogyha mi is szeretnénk, akkor csináljunk egy partnerséget. És ez abból áll, hogy az idei pályázatnak az anyagát ők tovább fogják vinni Kínába, tehát Kínába is lesz egy kiállításunk, illetve reménykedünk benne, hogy ez még tovább fog menni, még több ember találkozik ezzel, és akkor nem csak Kínába, hanem a világ bármely pontján. Ez most azt is jelenti, hogy például, hogy akkor Kínából is jelentkezhetnek erre a kiírásra, a harmadikra? Igen, ennek a SIDA-nak egy több ezer főből álló csapata van, különböző dizájnerek, képzőművészek, és ők vállalták is azt, hogy ezt megosszák mindenkivel, és bíztatják, hogy pályázzanak ők is. Ugye ennek a harmadik kiírásnak a tematikája a művészet és pénz. Hogy jött ez az ötlet, vagy miért tartjátok ezt fontosnak, ezt a két fogalmat, hogy így egymás mellé tegyétek, és ezt kritizálják a jelentkezők? Ugye hát itt beszéltünk az előbb arról, hogy terápia, vagy hogy igazából ebben benne van ebben a gondolatban, hogy valamilyen szempontból gyógyítani szeretnénk a társadalmat, és úgy gondolom, hogy a művészek körében, meg a társadalom körében a pénz és a művészet kapcsolata nem, jelen pillanatban nem egészséges. Tehát nagyon sok minden, de ez is elég problémás. Olyan szempontból is problémás, hogy a művészek is nagyon sokszor nagyon nehezen tudják beárazni magunkat, hogy mennyit ér az a produkció, mennyit ér az a mű, amit ők alkotnak, és a társadalmunk, közösségeink művészetre fordított energiái is, tehát eléggé elenyészőek és eléggé szegényesek, tehát hogy nincs áramlás a pénz, a művészet, az alkotó művészek között nincs elég jó, nincsenek jó kapcsolódási pontok, úgy gondolom, hogy hát elsősorban ez volt az egyik alap gondolat, ami a pénz is egy érték, a munkából származó érték, a mű pedig a művésznek a munkájából származó érték, és hogy ezeket az értékeket valahogy megpróbáljuk közelebb hozni egymáshoz. Amúgy vannak valamilyen megkötött szabályok vagy formák, azok azon belül, hogy mondjuk a téma művészet és pénz, vagy teljesen szabad kezet hagytok a jelentkezők számára? Vannak-e valami prioritások, vagy? Szabad. Tehát nincsenek prioritások. Az együtt gondolkodás úgy gondolom az hoz megoldást. Tehát nincs más megoldás a problémákra, mint az, hogy gondolkodunk a problémán, és beszélünk róla. És akkor lehet, hogy lesznek jó megoldások, és azokat a megoldásokat lehet majd alkalmazni. Illetve, hogy milyen formában váltok akkor pályázati munkákat erre a harmadik kiírásra? Tehát itt lesz mondjuk például gifes alkotás vagy téma, illetve plakátok, mire lehet majd számítani? Illetve hozzácsatolnának, ez most jutott eszembe, hogy egy plakátot azt ugye el tudom képzelni, hogy lehet kiállítani, de egy gifet azt hogy? Hogyha nem online területen van. Igen, hát a technológia az nagyon gyorsan fejlődik, és egyre gyorsabban, és egyre gyorsabban. A GIF-ek azok olyan formában nézhetőek meg mondjuk egy kinyomtatott katalógusba, vagy egy kiállított plakátként, hogy ugye van a kiterjesztett valóság, ez az Artivai applikáció, amit konkrétan mi használunk. Ez arról szól, hogy ha van egy állókép, akkor annak be lehet állítani, hogy ha valaki azt a képet leszkeneli, akkor a telefon vagy bármilyen digitális eszköz segítségével a képernyőn megjelenik az adott animáció. És akkor így gyakorlatilag egy katalógusból bárki le tudja azt a képet szkennelni, és akkor a telefonon meg lejátszódik az animált GIF. Ez működik kültéren, működik galériákban, és így tudtuk ezt a technológiai problémát megoldani, hogy a GIF-ek is nyomtatott formában megjelenjenek. A plakátokat azt hogy képzeljük el? Tehát azt hogy adja le egy jelentkező? Tehát milyen formátumban vagy ez hogy működik?
Hát a jelentkezés az online történik, a weboldalunkon, publickritik.com, itt az összes paraméter megvan adva, ezeket át kell olvasni, nincsen sok. Annyi a különbség, hogy így a plakát az egy klasszikusan vertikális formátum, mi viszont egy horizontális formátumba kérjük ezeket azért, mert ugye ezek az óriás city light-ok, billboardok, azok legtöbb esetben fekvőek, és így oldható meg az, hogy utólag ne kelljen újra tervezni, vagy nagyon sokszor módosítani ezeket a munkákat. Arról már beszéltünk, vagy elhangzott ugye, hogy már a kiírás megtörtént, tehát lehet jelentkezni, ugye, akár Kínából is. Honnan lehet, vagy honnan fogtok még várni, milyen kapcsolatok vannak, amelyek felmerülhetnek, és akkor ahonnan vártok még esetleg munkákat majd? Vagy ez még ilyen kísérleti stádiumban van? Románián kívül Magyarország, Kína, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Mongólia esetleg, Zoli? Hát tanultunk mi is az eddigi évekből, most már van egy kis tapasztalat, és igyekszünk a legtöbb olyan felsőoktatási intézményt meghívni, akiknél van a design vagy művészeti képzés. Őket általában vagy levél formájába, e-mail formájába igyekszünk felkeresni, illetve ahol van személyes kapcsolat, akkor ott konkrétan ezt lebeszélni velük. Illetve a zsűrit is minden évben próbáljuk olyan szinten kiválogatni, hogy ők is hozzanak be áramlást. Hát ha már itt a zsűrizésnél van szó, akkor beszéljünk erről, hogy akkor kik szokták ezt zsűrizni, ezeket a munkákat, illetve ez hogy zajlik? Hogy válogatjátok ki a zsűri összetételét? Hát ez a zsűri összetétele az a kapcsolati hálunkból merítünk, és van úgy, hogy olyanokat is meghívunk, akiket még korábban nem voltunk kapcsolatban, és vannak olyanok, akik partnereink, különböző intézmények, partnerintézményeknek a vezetői, vagy munkatársai. Igyekeztünk, már az elején az volt a szempont, hogy akkor román-magyar. A tavaly már volt egy nemzetközi elsítés, tehát hogy a nemzetközi zsűrink volt. Természetesen volt egy amerikai Egyesült Államokban egyetemről egy kolléga, és ez az amerikai szál maradt, és akkor most még bekapcsolódott az előbb említett kínai szervezetnek Martin Liu, és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemről már ugye második alkalommal van, először Varga Balázs volt az első kiadásban, most meg Balladóra, az Erős István a Képzőművészeti Egyetem rektora lesz a másik zsűri tag az idén, meg a rektor helyettesünk Major Enikő. Azt úgy lehet tudni, vagy szabad tudni, nekünk, hogy mondjuk azt elmondtátok, hogy nincs megkötés, tehát igazából szabad kezet kapnak a pályázók a témát tekintve. Ugye a zsűri szempontjából mi lesz a szempont, vagy mik lesznek a szempontok, mik alapján fognak majd dönteni, vagy díjazni például. Ezt szabad tudnunk nekünk? Vagy elárulunk titkokat a jelentkezők számára, hogy akkor arra kell figyelni, hogy majd. Hát a zsűrizés az általában úgy szokott történni, hogy már amikor kiválasztjuk a zsűrit, akkor igyekszünk azt is szempontba helyezni, hogy ezek legyenek szakmailag elismert emberek, hogy érdemben tudjanak válogatni, és érdemben tudják ezeket a munkákat pontozni. Az eddigi években a zsűrizés az úgy történt, hogy ugye beérkeznek a munkák, van egy listánk, és akkor ezt a listát kiküldjük a zsűrinek, hogy nézzék át, gondolkodjanak, pontozzanak, és akkor általában online szokott történni egy meeting, ahol a zsűritagok becsatlakoznak, és a pontozást azt összevetik és összenézik, és akkor nagyjából ott már kijön az, hogy pontok alapján ki melyik munkát gondolta érdemesnek arra, hogy ez bekerüljön a válogatásba, és akkor itt megbeszélik azt, hogy ki nyerjen. Voltak már ilyen pici viták, félreértések, de szerintem ez egy nagyon jó, mert ugye a vélemények azok változnak, és akkor ők eldöntik ezen a miten, hogy akkor ki nyerje az első díjat, második díjat és a harmadik díjat mind a két kategóriában. Ezek a pontok, amiket mondasz, ezek úgy tevődnek össze, hogy mondjuk, nem tudom, a grafikai szépsége, a saját ötlet, gondolom, ami beérkezik munka, de hogy mi lehet mondjuk egy maximális pontszám? 100 pont? Vagy hogy mozognak ezek a skálák? Nem, 1-10-ig. Tehát 1-10-ig. 1-10-ig uh-huh. A zsűritagok pontoznak, mi nem szeretnénk megszabni a kritériumokat, hogy most mi szerint pontozzanak, hiszen ők a zsűrik, ők értenek ehhez, ezért lettek felkérve, ők határozzák meg, hogy akkor most mi szerint pontoznak, mi bízunk a szaktudásukban, meg a véleményükben, hogy ez működjön. Uh-huh.
Még a zsűrizéshez annyit mondanék, hogy én nem szoktam részt venni, nem szoktam beülni, meg amennyiben lehetséges, kimaradunk ezekből a folyamatokból, mert a zsűri dolga az, hogy eldöntse, hogy ki legyen a díjazott, és ez teljesen tisztán szakmai lapokon eldöntött eredmény lesz végül, úgyhogy ez nekünk nagyon fontos, hogy egy igazságos, tehát amennyire lehet igazságos a zsűri döntése, akkor legyen az. Persze mindegyik zsűri tagnak van egy szubjektív szemüvege, tehát ezzel is számolni kell, de hogy legyen tiszta a verseny, ezért csak a zsűri dönt, tehát nincs semmilyen más kritérium, csak a zsűrinek az ők kompromisszumuk, amit majd hoznak a végén, tehát az adja az eredményt, és ezre nagyon büszkék vagyunk, hogy ez így működik. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Azt említettétek, hogy szabad kezet adtok az alkotóknak, de azért vannak valamilyen keretek, valami szabályrendszer, tehát hogy kik vehetnek részt ezen? Csak olyanok, akik elvégeztek egy bizonyos szakirányt, vagy akár tök amatőrök is és laikusok is nevezhetnek? Nincs ilyen, tehát hogy bárki nevezhet. Én úgy gondolom, hogy a tehetség meg a jó ötlet bárhonnan jöhet. Tehát, hogy nem szeretnénk ilyen szempontból elitista dolgot létrehozni, ellenben nagyon professzionális programot szeretnénk működtetni. Nem elitista, hogy nem zárunk ki senkit, de mindenkinek a szakmai kritériumoknak meg kell felelnie. Annyival egészíteném ki, hogy azért egyetlen egy megkötésünk van, ez pedig a 18 éves kor. Tehát ezt azért tartjuk fontosnak, mert ugye onnantól kezdve már felnőttnek számít a pályázó, és akkor amit azt igazából ő vállalja fel, nem pedig mi vállaljuk fel. Tehát hogyha bármilyen olyan szimbólumot, vagy olyan jellegű munkát küld, amit mondjuk sért valakit, vagy valami hasonló dolog, akkor ugye ő a felelős, hogyha a zsűri beválogatja és eljut odáig. Tehát ez az egyetlen kritérium, hogy a 18 évet azt töltse be. Látok itt olyat, hogy a pályázatra való nevezés az díjtalan, viszont a végeredménye ennek az egésznek azért mégiscsak egy díjazás, erről megtudhatunk részleteket. Igen, hát egy szabad verseny, bárki bekerülhet, aki a szakmai kritériumoknak megfelel. A díjazáson próbáltunk erősíteni, tehát hogy elég komoly díjakat lehet megnyerni, tehát kategóriánként az a fődíj az 1000 euró, a második díj az 500 euró, a harmadik díj meg a közönségdíj az meg 300 euró. Úgyhogy persze jó lenne, hogyha ezt még fölfele tudnánk így strófolni, de hogy egyelőre ezt tudjuk mi biztosítani, de úgy gondolom ez is már egy művésznek egy ilyen díj, az már egy elég fontos. Vagy akár egy diáknak is milyen jól jön mondjuk egy ilyen nyeremény például. Mi lesz ennek az egésznek a hozománya, a végkifejlete? Ugye, ha jól tudjuk, akkor április végéig lehet leadni majd a pályamunkákat, és utána ugye együttműködés már elhozott ugye a Szent László Egyesülettel. Hogyan lehet majd ezeket a munkákat megtekinteni? Hol lehet? Mikor lehet? Mi lesz a jövő? Korábbi évekhez hasonlóan fog zajlani az esemény, tehát a Szent László napokon fogjuk majd a diakot kiosztani, és akkor is tartol majd ez a kiállítás Nagyvárad utcáin, Szent László napok keretében, és a korábbi évekhez hasonlóan egy pár hétig, egy hónapig lesznek láthatóak ezek a művek. Mondjuk ahol nem bérli ki újra a felületet, ott van, láttam, hogy ez több hónapig is ott volt. Reméljük, hogy ilyen is. Akartam rákérdezni, hogy én is láttam mostanában a napokban egy pár helyen ilyen. Hát ennek nagyon tavaly vagy tavaly előtt. Nagyon örülünk, hogyha ilyen megtörténik. De sajnos nem mindegyikkel történik ez, úgyhogy a legtöbb munkának az utcákon való jelenléte az egy hónap körül mozog. Lesz zárt térben történő kiállítás is majd, vagy van-e terv esetleg ilyesmire a galériában, vagy akár virtuális módon lehetőség lesz-e mondjuk úgymond ezeket látni, vagy megtekinteni, körbejárni, ha kell, nem tudom. Az esemény ide alatt nem lesz még kiállítás, de azt követően, Zsolt is mondta, mert több helyszínen kiállítottuk ezeket a munkát, volt Nagykárolyban, vagy a Nagyváradi őszkeretében, a Püspöki Palotában, itt a főtéren, úgyhogy, és ezek még fognak, ezek a kiállítások, reméljük, majd el fogjuk vinni más országokba is, vagy más helyszínekre. Kaptunk egy pár meghívást, de
sajnos azon most nem tudtunk eleget tenni, de Erő Zsolt tudna többet mesélni, hogy hova kaptunk meghívást. Hát amit említettem, ez a Lepkeház Parajdon, nekik nagyon megtetszett ez az anyag, és akkor ezek is lesznek ott állítva nagy eséllyel, meg ugye amit korábban említettem, ez a szídás együttműködés az, ami meg ezt a kiállítást reméljük, hogy nagyon sok helyre el fogja juttatni, illetve a hír az terjed, egyre többen ismerik meg ezt a pályázatot, és bízunk benne, hogy egyre több embernek felkelti az érdeklődését, és akár múzeumokba is majd idővel be tud ez az anyag kerülni, mint konkrétan egy műalkotás, nem pedig csak egy sima tervezőgrafikai plakátmunka, amit elkészített egy tervező, hanem egy picit magasabb szintre lép, és műalkotási státuszba is ezek jelen tudnak lenni. Amúgy csak azt kérdezni, vagy is a részemről, legalábbis a vége felé beszélgetésnek, hogy amitán ez a projekt lefut, megtörténnek a kiállítások, akár a Szent Lászlóban, vagy a későbbiek, vagy akár úgymond külhoniak, vagy külföldiek. Vagy már gondolkodtok-e mondjuk, hogy jövőre lesz-e újabb kiírás, illetve mondjuk ezen a mostanában mennyi gondolkodtatok? Mennyi időt vesz igénybe egy ilyet akkor úgymond leszervezni A-tól Z-ig? Ez gyakorlatilag egész évben történik, tehát hogy már most vannak ötleteink, hogy mi legyen a következő, vagy az azt követő téma, de ezeket most nem fogjuk elárulni. Jó. Amit még fontosnak tartanék a projektek kapcsolatban, hogy nemzetközivé tettük ezt a programot, ezáltal a helyi művészek, akik bekapcsolódnak ebbe a programba, vagy részt vesznek, tehát egy nemzetközi megmérettetésben lesz részük, és tudják magukat jobban pozícionálni. És úgy gondolom, ez a programnak az egyik másik fő célja, hogy a helyi tehetséges alkotókat beemeljük egy nemzetközi kontextusba, itt Nagyváradon, aztán meg majd, ha kiállítjuk más országokba, városokba, majd ott is. És úgy gondolom, hogy jóval több ilyen típusú rendezvényre lenne szükség, ami nem csak a szűk hazánkba egymásnak alkotunk, hanem megpróbálunk kinézni, vagy behívni művészeket, és akkor látjuk, hogy mit gondol erről egy kínai művész, vagy egy kanadai művész, és ő hogyan látja ezt a problémát, és akkor ő hogyan alkot, milyen szinten képviseli azt a gondolatot, és akkor ebből nagyon sok hasznos nyereség lehet a helyi közösségek, meg művészközösségek számára. Hát vagy akár, hogyha ezt ugye megcsináljátok, ezt a nemzetközi esítést, vagy már akkor megtörténik, akkor azt is mondhatjuk akár, hogy ezeknek a művészetek, akik pályáznak, akár most megnyithatnak olyan úgymond nemzetközi kultúrtérbe újabb utak, amelyek által mondjuk, vagy ahol lehet, hogy a művészet és pénz között nagyobb az áramlás. Nem-e? Pontosan is, akár megrendelések is jöhetnek. Hát erre gondoltam, vagy csak kell... szépen akartam burkolva. Volt egy pici projektünk a szalontai túzok fészekkel közösen, és ott a hallgatók, de kevesen tudják, de többek között a biológia tanárok is így tanítják a lányomnak, hogy már kiveszett a túzók Romániából, de közben még van nagy szalonta mellett túzók, igaz, vagy 40-50 darab, de még van. És ebbe a projektbe mi beszálltunk, és a mester és hallgatók készítettek különböző animációkat, plakátokat, konkrétan egy kiállítást, amit Nagy Szalontán be is mutattunk, és ezek az anyagok felkerültek az egyesületük honlapjára, és onnan talán egy svéd, vagy nem tudom ki, látta az egyik hallgató munkáját, és akkor össze is kapcsolódtak, és akkor jött létre egy ilyen munkakapcsolat. Tehát, hogy ilyen módon, és elnézést, ilyen nagy keretet adtam ennek a válasznak, de hogy igazából igen, tehát hogy bárkit lehalászhatnak, tehát ebből a csapatból. És ez is egy fontos dolog, hogy teret adjunk egyrészt a fiatal, és nem csak fiatal művészeknek ahhoz, hogy több lehetőséghez jussanak, vagy adott esetben pénzhez. Tehát nem a díjon túl is. Talán még annyit említenék meg, hogy a kiállítás mellett minden évben kiadunk egy katalógust is, egy nyomtatott katalógust, ahol a beválogatott munkák megjelennek, szintén az Artivájval a gifeket le lehet játszani, illetve igyekszünk a zsűri részéről olyan szövegeket kérni, ahol írnak a zsűrizési folyamatról, meg arról, hogy ők hogyan viszonyulnak az adott témához.
illetve idén azt is szeretnénk, hogy külsős szakembereket meghívjunk ebbe a katalógusba, hogy néhány oldalon keresztül fejtsék ki, hogy ők mit gondolnak a pénzről, meg a művészetről, meg ennek a kapcsolatáról, hogy ne csak egyfajta ilyen lapozható katalógus legyen, ahol a munkákat meg lehet tekinteni, hanem egyfajta irodalmi része is legyen ennek, ami tovább viszi ezt az egész gondolatot. Ugye június 19-26 a Szent László napok, akkor lehet majd akkor megnézni a végeredményt, április 30-áig lehet küldeni akkor az alkotásokat, illetve további információért ugye van egy honlapotok, publikritik.com, tehát elég egyszerű, itt majd a YouTube csatornánkon a leírásba is oda biggyeztjük, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor ott választ kaphat. Ezt köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és tájékoztattátok a hallgatókat erről a nagyszerű projektről, és sok sikert kívánunk nektek a továbbiakban is. Köszönjük szépen, köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Sziasztok. A hallgatóknak meg annyit, hogy az előbb említett YouTube csatornánkon kívül megtalálhattok minket minden podcasttel foglalkozó platformon, természetesen Facebookon és mindenféle szociális oldalakon ott vagyunk, úgyhogy be lehet minket követni, hallgatni nem csak ezt az adást, hanem az előzőeket is. Köszönjük a figyelmet, és sziasztok!